Sok minden keltett bennünk félelmet, például a magasság, a sötétség, a víz, az állatok és bizony a betegségek is. Maga a félelem is lehet betegség? Ha valaki nagyfokú és hosszantartó félelmeket, akár irreális félelmeket él át, akkor beszélhetünk fóbiákról. És számos fóbiát hallottunk már a hétköznapokban, ilyen például a betegségektől való irreális félelmeket, azt hipokondriának hívjuk. A hosszantartó félelmi állapot a szorongást, stresszt eredményez, ami akár testi tünetekben is manifesztálódhat. Ez gyengíti az immunrendszert, és ezáltal a betegségek könnyebben megtalálnak. A félelemnek evolúciós gyökere van, olyan helyzetekre adott reakció, ahol veszélyezetre érezzük a testi, lelki vagy a szellemi épségünket. Ez lehet épp egy vizsgahelyzet, egy állásinterjú, vagy akár egy orvosi vizsgálaton is megjelenhet ez a félelem. Ez teljesen természetes, viszont fontos, hogy ismerjük a félelem tüneteit, a gyors szívverést, az izmok megfeszülését, a kéz-láb remegését, és tudatosítsuk, hogy ez ideiglenes és el fog múlni. A negyedik hullámban megjelenhetnek a betegséggel kapcsolatos félelmek, vagy a szeretteink, vagy a munkánk elvesztéséhez kapcsolódó aggodalmak is. Ezek a gondolatok is korlátozhatnak a tájékozódásba, az új információk szerzésébe és a hiteles források megkeresésébe. Továbbá leszűkítik a látókörünket, és egy örvényt képeznek, amiből előfordulhat, hogy nehéz kiszakadni. A negyedik hullámban is próbáljuk meg csökkenteni a felesleges információt, és mérjük fel, hogy a híreknek, történéseknek van-e hatása az életünkre, vagy a jólétünkre. Fontos, hogy picit objektíven rátekintsünk a félelmeinkre, hogy mennyire reális, mennyire van valós alapja, mi az, ami alátámasztja, és mennyi az esélyre, hogy bekövetkezhet az a kimenetel, az az esemény. Ezen kérdések megválaszolása után vizsgáljuk meg az érzelmi reakciónkat, hogy mit üzen a testünk, hol érezzük a szorongást. Nézzük meg, hogy mit tudunk tenni a helyzet pozitív megoldása érdekében, például az újraértelmezést is alkalmazhatjuk. Amennyiben a félelmi állapot hosszan fennáll, vagy hátráltatja a hétköznapi tevékenységeinket, életünket, akkor érdemes segítséget kérni ennek kezelésében.